rozmarin, nem árt annak a szín. Szép jó napot kívánok minden jelenlévőnek. Mikor Gergő így a köszöntőket tartja, kicsit olyan érzésem van, mint amikor megkaptam a Népművészet ifjú mestere címet, és hazamentem, nagy boldogan apunak mutattam. Erre azt válaszolta, látod, fiam, érdemes lenne most már megtanulni hegedülni is. Úgyhogy, amit hallani fognak itt az elkövetkező néhány percben, legújabb lemezünkről való muzsika lesz, Felső Tiszavidékről, Szatmárból. Kárpátaljára ugye a különböző határváltoztatások véget egyetlen egy település jutott Szatmárból, ez Nagypalád, ahol reményeink szerint egyszer csak határátkelő lesz, és az a rész is meg tud indulni Magyarország felé, tehát lesz átjárása a településnek. Ott élt egy idős mester, Murzsa Gyulának hívták, akitől még volt szerencsém tanulni a régi világ mesterségei szerint, hiszen édesapám beadott, és napközben dolgozgattam a ház körül, vizet hordtam, a kertbe dolgoztam, és este mindig egy-egy nótát megtanultunk. És amikor erre a lemezre készültünk, azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt igazából a hallgatóság felé megmutatni, hogy az a személyes élmény, amit én kaptam Gyula bácsitól, az maradandó legyen, és az emberek érezzék, hogy miről is szólt ez a mi kapcsolatunk. És akkor azt találtam ki, hogy minden összeállítást, amit játszunk a lemezen, Gyula bácsi, aki sajnos már nem lett köztünk, hanem valahol odafentről figyeli munkásságunkat, ő vezeti föl. Tehát néhány szóban elmondja azt, hogy mit is muzsikálunk, amikor én ezt tőle annak idején fölvettem, és a végén pedig egy Juhász bácsinak, Pisák András bácsinak a nótáját fogjuk elmuzsikálni, sajnos már ő sem lehet közöttünk, ő volt az utolsó kárpátaljai juhász, aki Kende bárónál kezdett még ifjú korában, ő egy nótát fog elénekelni, mi pedig a zenekarral lekísérjük. Érezzék nagyon jól magukat, Felső Tiszavidéki muzsikát fognak hallani. Murzsa Gyula tiszaújlaki. Született? Született 1933, 10. hó 1-én, Nagypaládon, tiszaújlaki lakos vagyok. És honnan, melyik országból jöttél? Ukrajnából. Szivárványos
igaz, és meg fáj a szívem, mert egy úgy is megcsavarja. Gyere, babám, igaz, és meg fáj a szívem, mert egy úgy is megcsavarja. Egy vintárban vintem a menő, három ágon dióban ő csupalja. Három ágon van levele, szegény szóga legény, csak magam egyedül, hogy éljek meg, ha nem lopok sejhaj, ezres bankó nélkül. Hogy éljek meg, ha nem lopok sejhaj, ezres bankó nélkül. Senkinek se adósa, adósa, él még az én.
feleségem, édesanyja, édesapja, meg annak az apósa, anyósa. Fél kutya, fél még az ipam a pamil. Fél kutya, fél még az ipam a pamil. És hát aztán lakadalmat meg azt nem tudom magának elmondani, hogy mennyit muzsikált. Én voltam egyik kedvence az egész túl, Bökénytől a Zaklihegyig. De és aztán így mentünk végig a falukon, mondjuk Nagypaládról egészen a Nagyhodosig, majdnem a Nagyhodosig, majdnem Nagyhodos, Palád vége. Majdnem annyira van már képülő. Úgyhogy olyan jó 2-3 kilométert, ilyen lassú csárdásokkal. És ott már az, már mikor közeledtünk a házhoz fele, ezek a nóták mentek, hogy már mikor már körülbelül 100 méterre voltunk, hát akkor már ez a nóta ment, hogy agyon Isten öreg anyám, jó estét. És már mikor körülbelül olyan 50 méterre maradtunk, akkor avval a nótával kérözködtünk be, hogy nyisd ki babám az ajtó. És egy pásztornóta nem jut eszedbe, mondjuk egy pásztor valamelyik? Pásztornóta? Hát az... Milyen jó? Juhász, szegény juhász. És azt lehet hallgatóba? Hát előbb például hallgatóba szoktuk játszani. És utána? És utána lassú csárdás, és akkor attól függ, hogy milyen a kedve. Szóval meg tudod mutatni ugyanazt a nótát háromféleképpen? Hallgatóba, lassúba és frissbe? Hogy ne tudnám. Na ezt nagyon megköszönném. Kérlek, tessék. Thank you.
egyszer ment a töltésen Murzsa Gyula primás, és azt mondja, hogy megyek a töltésen, és hallom, hogy én muzsikálok. Hát igen, igen, hallom, hogy az én muzsikám folyik. Hát mondom, hát ki az, ki az, ki az? És mondom, egyszer lemegyek, mondják, hogy mondom, ki milyen zenekar van. Hát a Péterfalusiak azt mondja, a Pál gyerek meg a valami együttes mondtak, hogy vele. Mondom, megyek, már megnézem. Hát oda megyek, közelében oda mentünk, pont az öcsém mit holult Moszkvába. Azt mondja, te ez valahogy hasonlít a te muzsikádhoz, azt mondja ez a muzsika. Ugyanazok a cifrákkal, azt mondja, és azokkal a betétekkel, amit te csinálsz. Hát mondom, korán, hát ezt mondom, Pisti, hát mondom, ez az én barátomnak a fia. Emberes náni, ki ment az erdőn. Én lefeküdt a törpa lelelére. Kettőt, hármat, ugyantottam neki. Kedvel náni, mert meglát valaki. Te fel kell tárni, bemegy a csárdába. Ki legyondá, nyomom ment utána. Én Berez Náni kérlek, hova tetted a két gyermeket? Én Berez Náni a csárdőn. Édesanyja, az ablakon hallgatja. Én te Berez Náni kérlek, hova tetted a két gyermeket? De egyet tette a törzsba törébe, a másikat a csisza fenekébe. Berez Náni a csendőn kisé. A szerencseje az ablakon néz. De ne nézd ma már a gyászos életemet, mert mint te élted, szenvedem ezeket. De Berez Náni bokros pántlikára, de nem teszi már többet a hajába, hogy Csegel Náni tegel a ládába. Ma jó lesz a kislányok hajába. A lányod lesz, jó lesz a hajába. A fiad lesz, meg a csárdás kalapjába. De szakácsasszony, ejnye, 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 de szennyes a kötője eleje, az mossa ki a kötője elejét, úgy várja a megtisztelt vendégét. De mossa ki a kötője elejét, úgy várja a megtisztelt vendégét. A nagy utcán végestelen végi, de minden kiskapuba virág nyílik. Minden kiskapuba kettőz három, de csak az enyém hervadt el a nyáron.
de minden kiskapuba kettő, három, de csak az enyém hervadt el anyám. Azok élik világukat, kik párosan hálnak. Lám én szegény, szóval meg én csak egyedül hálok. Akármerre kaparászok, csak falat találok. Lám én szegény, szóval meg én csak egyedül hálok. Akármerre kaparászok, csak falat találok. Mindenkinek hambabája, csak én nékem nincsen. Kinek kettő, kinek három, nékem egy se sincsen. Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném, kezét, lábát összekötném, a füstre feltenném. Ha az Isten egyet adna, jaj, de megbecsülném, kezét, lábát összekötném, a füstre feltenném. Zöld erdőben, de magos, zöld erdőben, de magos a juhargafa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét oda rakja. De az erdeim madárnak is van párja. Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árva. Az erdeim dados madárnak is van párja. Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok állva. Rózsa, rózsa, rózsafa, rózsa, rózsa, te a rózsalevele. Nem beszéltem sejehaj, nem beszéltem a rózsámmal az este. A zsebkendőm is nála van a zsebében. Visszahozza sejehaj, visszahozza, ha akarja az este. A zsebkendőm is nála van a zsebébe. Visszahozza sejehaj, de visszahozza, ha akarja az este. Libája, beúszott a Tiszába, e kettőt lépett utána, sáros lett a vazsamári fehér alsó szoknyára. Kettőt lépett utána, sáros lett a vazsamári fehér alsó szoknyára. Thank you.
szép szeretőd van el ma. Egész héten szurtos van, szombaton meg vasárnap az enyém van. Egész héten szurtos van, de szombaton meg vasárnap az enyém van. Énekes pacsirtánk, Pál Eszter. Rácsáknál Tarasz Gyula. Nagybőgő Dor Robert. Sármos tekintetű cimbalmosunk neve Ürmös Sándor. A fúvós hangszereknél Gera Attila. Tangó harmonikánál édesapám Pál Lajos. Primás cimborám Gombai Tamás. Jó magam, Pál István Szalona volni. És köszönjük a figyelmet még egyszer. Az erdőben, jaj, de baltát veszek a kezem.
ha muzsikálok, akkor elfelejtem, hogy 68 éves vagyok. Na ezért érdemes muzsikálni. Nem árt annak a...